A koronavírus járvány miatt rendkívül szigorú biztonsági intézkedések mellett kezdődtek meg ma reggel a szokottnál egy órával később, 9 órakor magyar nyelv és irodalomból az érettségi írásbelik. Elkezdődött az érettségi Tóth Barnával, a Karcagi Nagykor Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium igazgatójával beszélgettünk. Hogyan készültek erre a mai napra? Hát egy elég hosszú és izgalmas felkészülésen vagyunk túl, és csak bízunk benne, hogy minden rendben lesz. Ugye, amikor kiderült az, hogy ma érettségire kell számítani, mégpedig írásbeli érettségire kell számítani, onnantól kezdve folyamatosan próbáltak a védőfelszereléseket beszerezni mi magunktól is, de egyébként a kormány által biztosított felszerelések is rendben és időben megérkeztek, és igyekeztük azt a jogszabályok által előírt hátteret is megteremteni ehhez a mai naphoz, illetve az előttünk álló időszakhoz, amire mindenféleképpen szükség volt. Hány diákjuk érettségizik, és van-e, aki nem vállalta most az érettségét? Nekünk jelenleg 73 fő 12. évfolyamos végzős tanítványunk van. Mind a 73-an vállalták a megmérettetést, és ugyanazokkal a feltételekkel, ahogyan február 15-éig jelentkeztek rá. Hány teremben írják a mostani írásbelit? Nekünk a legtöbb vizsgázónk a mai napon van, 70 fő, hiszen ugye 3 fő emelt szinten vizsgázik. A további napokban is még elég sokan lesznek, viszont már egyre kevesebben, tehát holnap például 69 főt, utána pedig 64 főt várunk. Így a legtöbb terem, amire szükség van, az 7 darab tanterem, hétfőn, kedden és szerdán. Úgyhogy ezt a 7 termet készítettük elő, 10-10 fővel, és így lesz majd egyre kevesebb. A kollégákat hogyan osztották be? Először is megkérdeztünk mindenkit, hogy ezek mellett, a feltételek mellett tudja vállalni az érettségi ügyeletet, és nagyon-nagyon nagy számban, direkt nem akarok százalékot mondani, igent mondtak rá a kollégák, úgyhogy számíthatunk rájuk. Tulajdonképpen talán fogalmazhatok így, hogy önként vállalták, tényleg mindenféle ráhatás nélkül, átérezve a feladatnak a súlyát, a diákjainkért való felelősséget. A mai napon, ugye mivel ez egy 4 órás vizsga, ezért 7x4, 28 óra ügyeletre van szükség pusztán a tantermekben. Van olyan kolléga, aki esetleg egy óra kihagyással még egyszer ügyel ma, így nem egészen 28 főre volt szükségünk a mai napon. Van még emellett ugye folyosó ügyelet, helyettes ügyelet. Igyekeztünk a beléptetést is úgy megoldani, hogy ne alakuljon ki nagy zsúfoltság. Időszakokra osztottunk be 10-14 fő diákot, és akkor úgy néz ki, hogy ezt talán sikerült is így megoldani. Beszélgetett előtte a diákokkal, milyen érzésekkel ültek ma le írni a magyar dolgozatot? Hát két oldala van ugye a dolognak. Egyrészt a diákok is nagyon vegyes érzelmekkel ültek le. Ha már ennyit készültek rá, akkor ilyenkor már szívesen szeretne az ember túl lenni a vizsgán, illetve nem hagyni kárba veszni a belefektetett munkát, de nagyon hiányolták az utóbbi időszakban a tanárokkal való közvetlen kapcsolatot, személyes kapcsolatot. Mi ugyanígy láttuk ezt a másik oldalát, hiszen nem láttuk az arcukat, nem láttuk a mimikájukat, hogy mi az a pont, ahol még esetleg segítenünk kellene nekik. És emellett természetesen mindannyian izgulunk, hogy hogyan is fog történni ez az előttünk álló néhány nap, egy-két hét, és még egyszer megismétlem, hogy csak bízunk benne, hogy rendben lesz minden. Kaptak egy személyes ajándékot is mindenki, a boríték mellé volt téve. Így van, ez egy kis biblia. Rendszerint szoktunk kapni ugye bibliát, illetve van is lehetőségünk utána járni a dolognak egy picit, és úgy gondoltuk, hogy talán a mai napon örülnének a legjobban ennek a gyerekek, egy kis lelki támogatásnak itt a fizikális védőfelszerelések mellett. Abban bízom, hogy hasznát fogják venni ennek is. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen én is! Hogyan készültél a mai napra? Hát rengeteget ismételtem, igyekeztem beosztani az időmet és sokat gyakorolni. Valamint nagyon sok videót néztem, például a Zanza TV-től, meg igyekeztem egyéb érdekességekkel bővíteni az ismereteimet. Mit vársz? Van-e valamilyen tippet, hogy kit fogtok kapni? Hát tippem nincsen,
de izgatottan várom, hogy mégis mi lesz az idei érettségiben. Nagyon izgulok, és nagyon szeretném, hogy jól sikerüljön, és ezért mindent megteszek, és nagyon-nagyon szurkolok az érettségiző társaimnak is, és sok sikert nekik. Mit várnál? Tehát mi lenne a kedvenc témád esetleg, vagy kedvenc költőd, íród? Hát kifejezetten kedvencen nincsen, viszont azért nagyon örülnék például Radnóti Miklósnak, esetleg még Petőfinek, vagy például Mikszáth Kálmánnak is. És most ez, hogy maszkban kell érettségizni, ez mennyire fog téged zavarni? Engem nagyon fog zavarni. Nem szeretem, hogyha hozzáér bármi az arcomhoz, legyen az például a hajam, vagy most ez a maszk. A kesztyűvel ugyanígy vagyok, nagyon zavar, beleízzed a kezünk, nehéz is úgy fogni a tollat. Egyszerűen, hát nem a legkellemesebb dolog, de muszájak leszünk koncentrálni. És mit fogsz, tehát épp ezt akartam, hogy mit fogsz, hogyan fogsz koncentrálni? Tehát van-e valamilyen belső dolog, hogy nyugtatod magad, vagy akkor elindul a gondolat, és akkor csak arra koncentrálsz? Igazából mind a kettő. Igyekszem magam a lehető legjobban lenyugtatni, igyekszem fókuszálni, és csak arra koncentrálni, hogy nekem ezt most meg kell csinálnom, meg kell írnom, mert akárhogy nézzük, ezen a 4 óra hosszán a jövőnk múlik. És akkor ugyanígy lesz a többi napon is. Hova szeretnél tovább tanulni? Az Állatorvostudományi Egyetemen szeretnék tovább tanulni. Az a legelső célom. Kizárólagosan oda szeretnék felvételt nyerni. Ehhez viszont nagyon-nagyon jól kell, hogy sikerüljen az érettségimnek. Már elfoglaltad a helyedet. Hogyan készültél a mai napra? Nagyon sokat tanultam. Az irodalomtanárom a mondatait és szavait megfogadtam, és mindenféleképpen átolvastam azokat, amit javasolt. Mik voltak a tippjei a tanárnőnek? Hogy ne izguljunk, ez volt az első sorban a tippje, és hogy figyeljünk oda a költői képekre, a költői alakzatokra, mindenféle tehát tanuljuk meg az alkotásoknak a műfajait, tehát a műfaji jellemzőket, és figyeljünk oda, hogy tartsuk be az időt, mert hogy az idő az ám nagyon gyorsan telik. Van-e kedvenc témád, amit szeretnél, hogyha ott lenne a feladatok között? Igen, nagyon szeretném, hogyha novella elemzés lenne. Számomra az áll nagyon közel, és szeretném, hogyha a kérvény is benne lenne, vagy valamilyen hivatalos levél. Úgyhogy én ezekre számítok, és nagyon remélem, hogy ezek lesznek. Mennyire fogja megnehezíteni most ez a körülmény, hogy maszkban, kesztyűben kell itt írnod? Hát számomra nagyon, mivel szemüveges vagyok, és már bepárásodott a szemüvegem. Úgyhogy nem tudom, hogy ez most miben fogja befolyásolni az én teljesítményemet. És hogyan fogod tudni ezt leküzdeni, tehát hogy ne erre koncentráljál, hanem a feladatra? Hát mindenféleképpen anyukám tanácsait is megfogadtam, hiszen mondta, hogy oda koncentráljak, ne foglalkozzak ezekkel a tényezőkkel, úgyhogy az ő szavai is a fejembe fognak járni. Számodra is fontos az érettségi, hova szeretnél tovább tanulni? Én a Budapesti Gazdasági Egyetemre szeretnék tovább menni, pénzügyszámvitel szakra. Akkor nem csak a magyar fontos számodra. Így van, matematikából holnap emeltem fogok érettségizni Szolnokon.